Előbb egy autót tört fel az erősen ittas hajléktalan férfi Szexárd belvárosában fényes nappal, amit tudott, kivett belőle. Egy szemtanú tett bejelentést az üggyel kapcsolatban, a rendőrök azonnal a helyszínre indultak, és rövid időn belül el is fogták a rongáló tolvajt. Egy hajléktalannak tűnő férfit igazoltattak kollégáink a helyszín közelében, aki ittasságára hivatkozva azt mondta, nem emlékszik a történtekre. Kedden dél körül egy nő tett bejelentést Szexárdra, Bocskai utcából, elmondta, hogy egy szintén hajléktalannak tűnő férfi megkísérelt a lakásába behatolni, a levélszekrény lezárására szolgáló szigetelőszalagot is letépte, és ott az örgöt kiabált. A helyszínre a szexádi körzeti megbízott érkezett ezúttal, aki miután felvette az elkövető személy leírását, azonnal keresni kezdte. Néhány perccel később el is fogta az ismét ittas férfit. A város területén a közelben észlelte, hogy egy a leírásnak megfelelő férfi egy udvarból jön ki, kezében egy számítógéppel. Megállt, igazoltatta a férfit, aki először egy mesét adott elő, majd a helyszínre érkező többi kolléga segítségével adatgyűjtést végeztek, és kiderült, hogy egy szomszédos udvaron átmenve besurrant egy házba a férfi, és onnan tulajdonította el a laptopot töltőjével, illetve egy autóindító kulcsával együtt. A kétszer is megbukott tolvajnak így hamarosan garázdaság és lopások miatt is felelnie kell.